Kulturális programok sokaságával várta az érdeklődőket a Hölgyészi Német Nemzetiségi Önkormányzat egy jótékonysági cél érdekében. Az időjárás ugyan megkurtította a programok sorát, de a helyi művelődési házban így is találhatott mindenki kedvére való színpadi programot. A búcsú az mindig az egyházhoz kapcsolódott, és a búcsúnak a napja az a templom felszentelésének az idejéhez kötődött mindig, minden településen. Mi évente megtartjuk ezt a búcsúi rendezvényt, a falu központjában felállítják a búcsúfát, ami egy kerék, fenyőágakkal díszítve, illetve szalagokkal ezt szimbolizálja a búcsú. Német településeken indult, vagy onnan indult ez el, és nem tudom, hogy magyar településeken, ugye mi német ajkú település voltunk, nálunk ez kimondottan így volt szokás. A mai rendezvényünk arról szól, hogy sikerült a német önkormányzatnak egy épületet vásárolni, ami hát igen, romos állapotban volt, felújítás alatt áll az épület, és egy jótékonysági rendezvény ez az egész, aminek a bevételét a ház felújítására fordítjuk. Ez egy közösségi ház lesz, ahol a hagyományőrző csoportjaink felléphetnek, illetve, mint ahogy a nevében is van, a közösséget tudjuk összekovácsolni, vagy összetartani. Minél több embert szerettünk volna nyilván a közösségbe csalogatni, hát ezt most azért az időjárás kicsit elrontotta. A település önkormányzata fontosnak tartja a helyi szervezetek támogatását, így egyértelmű volt, hogy mindenféle segítséget megadnak ahhoz, hogy a hölgyészi búcsú idén is megvalósuljon. A cél idén pedig nemes, hiszen a település gyarapodását is jelenti. Az első, amiben támogattuk, hogy az egész épületet és művelődési házat számukra biztosítjuk, ingyen és bérmentve, azon kívül a sztárvendégnek a fellépési árát, illetve a bál zenekarának a díját is kifizetjük, és ezzel próbálunk kicsit a szerényen is, de hozzájárulni a közösségi ház építéséhez, és bízom benne, hogy minél hamarabb felépül. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy azokat a népcsoportokat, akár legyen a székelyek, romák, illetve svábok, ezeket kicsikét összetartsuk, és mindenféle közösség, ami így szerveződik a községben, azokat támogassuk. És nagyon örülünk, hogyha ezek a közösségek élnek, és a hagyományokat tovább viszi, életben tartják. És ehhez minden támogatást megpróbálunk megadni, amit csak tudunk. A délután programjait szabadtérre tervezték első körben, de az esős őszi időjárás felülírta, így a helyi csoportok és a meghívott előadók a művelődési ház színpadán léptek fel. A német ajkú település nemzetiségi tánccsoportja hagyományos viseletbe öltözve elevenítette meg a nemzetiségi tánclépéseket a délután folyamán. Természetesen nem csak a német nemzetiségre jellemző táncok és dalok töltötték meg a színpadot. Hauser Beáta egy zenei egyveleggel érkezett a hölgyészi közönséghez. Bárra való hangolódás pedig valóban már a délutáni programokkal kezdetét vette, amely során a számos helyi csoport mellett a Pannonia Citera zenekar műsora is várta az érdeklődőket. Nemes cél érdekében összefogtak a hölgyésziek, sokan támogatták a német közösségi ház felújítását a báli belépő megvásárlásával.